Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatok. Ricskeszt. A műsor az NK támogatásával készült. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásában, ahol a vendégem Csiga, a Szar Fesztivál egyik szervezője. Szia! Vagy főszervezője? Vagy mi a titulosod most? Szervező, csak simán szervező. Mi jó, már nem te vagy a főnök, vagy hogy van ez? Hát én vagyok a főnök, de hogy nem én szervezem főként. Ezt jó megmondtam. Egy kicsit áthallásos volt, de mondjuk nálad annyira nem lepődöm. Ez sima nálam az ilyen csigás. Nem, egyébként nem én vagyok a főszervező, én csak ilyen kisegítős, magyarázó arc vagyok. Figyelj azt, így azért mielőtt ne rátérünk itt arra, hogy miért pont most aktivizálódik újra a fesztivál, meg ilyenek, azért fussuk át azt kicsit előtte, hogy ugye azért ez a fesztivál ez futott 8 évig, jól mondom? Korábban? Sőt. 8-9 év alatt 10, úgy volt. 10, bocsit, most megnéztem Puskát, hogy 2005-től 10 évig. Csináltál Puskát. Igen, 8 év maradt ki, azt kevert össze. Miért hagytuk abba egy fesztivált, ami megy 10 évig? Hát, szokták mondani, hogy egy csúcson kell abba hagyni. Na most a csúcsot mi sose értük el, viszont már annyira, hát most kimondom, deficites és mínuszos lett a buli, hogy jobbnak láttuk, ha rárakjuk a lakatot, aztán lezárjuk szépen. Na most ez nem tartott sokáig. Hát most vagy miért? 8 év azért. 8 év. A 10 évig ment a fesztivál, volt 8 év szünet, az majdnem megállt. Tehát. Aztán, ja. Hát végül is ezért hagytuk abba, mert muszáj volt. És miért pont most van a reunión, úgymond? Átadnám a szót Bajusz Gábor szervezőtársamnak. Nem tudom, figyelj, jött a felkérés többiektől, hogy segítsek, mert most kitalálták, hogy csináljuk. Elkezdtük csinálni. De hogy konkrétum nincsen szerint. Csak szimplán megjött a lelkesedés újra, és akkor így... Na, eléggé nagy a lelkesedés. Szerintem egyébként közre játszik. Meg gondolom fel akarják pesdíteni megint szabadszállást. Igen, mert ugye, hogy a Szar Fesztivál, az a szabadszállási amatőr rockzenekarok fesztiválja, jól mondom? Ez jól mondod. Most már egyébként már nem amatőr rockfesztivál, csak rockfesztivál. De ugye a nevet meghagytuk, hogy... De hát figyelj, azért ott szerintem kb. A közepétől már elve nem stimmelt a név, nem? Tehát ott azért már voltak nagyobb, nevesebb zenekarok, ilyesmi. Hát már 2005-ben volt egy jó akelánk egyébként, úgyhogy soha nem stimmelt a név. És mindig volt egy-egy főzenekarunk. Nyilván, ja. Akel egyébként kétszer is volt nálunk. Ugye előbb valami zenekart kérdeztem, és akkor mondtad, hogy ők már voltak, hogy az ilyen policy, hogy ne legyen ismétlés a line-up-ba, vagy miért? Igen, viszont vannak olyan zenekarok, akik nélkül nem szarfest a szarfest, ezt így. Például? Például mondjuk Dirty Down, Kacsáék, egyrészt mondjuk Kacsa Tasi, ami ott van szabadszállás mellett, Hazánk fia, vagy hogy szokták ezt mondani, alföldi parasz gyerek ő is, és ja, izgulok, nem tudok beszélni, Ricsi. Azt így elmondom. Meg nem kapok levegőt, mert nem volt jól lift. Elmondom a hallgatók kedvéért, hogy azért, ha már Csiga nem tud beszélni, ott már bajok vannak, főleg, hogy víz van a poharába, bármennyire hihetetlen, bár mondjuk kihet bele dzsinát, de nem tudtunk vele szolgálni. Igen, egy szomor helyet. Igen, rossz a catering is. Figyelj, az így, elnézve a line-upot, erről kicsit beszélnünk kell azért, tehát, hogy milyen csapásirány mentén hívtátok a zenekarokat. Ugye a napi egy headliner úgymond az oké, mert ott a Junkies, meg ott a Fish, ott a napi egy nagyobb zenekar, és a többiek. Oké, Dirty Down nélkül nincsen szarfest. Se kies nélkül. Most puskázok, mert nem tudom fejből, én trehány disznó vagyok. Hát ott tudtam, hogy neked is kell nyomtassak ilyen segédletet. Igazából figyelj, a Junkies az szerintem adott volt, mert a Junkies soha nem volt szabadszálláson, és az egyik szervezőnknek van kapcsolata, baráti kapcsolata Kampóban Diékkal, és evidens volt, hogy akkor lehívjuk a Junkies-t. A Fish, ott meg el kell mondjam, hogy nagyon nagy rajongótábora van szabadszálláson a Fishnek, úgyhogy ez teljesen egyértelmű volt, és a többi zenekar, az meg próbáltunk amatőr, hát most nem tudom, kit lehet innen amatőrnek nevezni, mert hogy mindegyik a bandába. A Devoidot mindenképpen. Hát mondjuk, igen. Waldman. Na, meg is bántam egyébként, hogy leszerveztem őket. Azt elhiszem. Így fog csökkenni így a színvonal. Itt is volt a múltkor, ugye most azon gondolkodom, hogy mire ez adás kijön, akkor azt mondja, a két héttel ezelőtti adás a Devoid, hát
Fú, és felkérdezett a saját műsoromba, bazd nekem, mit képzeled? Szemétláda, egyébként ölelem is nagyon szeretem a Valdit, tehát így. Hát legalább te? Hát most, meg az édesanyja, hát most erre talán nem tudok mit mondani. Figyelj, ketten már vagyunk. Igen. Na, hát akkor igen, tehát akkor kiesni. Figyelj, egyébként helyi zenekarból viszont, ha megnézem, 2 darab van, mert hogy konkrétan már csak ennyi zenekar maradt. Sőt, a Motorhead Tribute az nem is mondanám aktív zenekar, hanem hogy szerintem ők se koncerteztek már, vagy 8 éve. 9-10. Úgyhogy, ja, figyelj, próbáltunk minél vegyesebb és színesebb programot összehozni. És, ja, ennyi. Ugye van egy olyan, nem szlogán, hanem egy ilyen szöveg a fesztivál honlapján, hogy a fesztivál mindig is a szabadszállási, a városért tenni akaró lokál patrióták összefogásából, önkéntes munkájából valósult meg. Ez pontosan így van. Tehát akkor mondjuk ez azt jelenti, hogy ez soha nem volt profitorientált fesztivál. Tehát, hogy most tegyük félre azt, ugye, hogy mondtad, hogy mínuszosak voltak a bulik, és ezért is hagytátok magad. Nyilván, mert hogy ugye minden fesztivál, meg koncert, ezt te is tudod nagyon jól, ez költségekkel jár. De hogy is minden ingyen a réten terem, hangosítást szívességből csinálja meg a szomszéd gyerek. Ugyanúgy a fényt is, meg a pakolást is, meg a stb. A benzingázolaj, szintén ingyen van. Hát azt szívjátok fel a földből, nem? Persze, igen. Szóval, ja, soha nem volt szponzorunk, most idén már lesz szponzor, sőt, hülyeséget mondtam, mert hogy kimondhatom az étterem nevét? Vagy? Itt nyugodtan kimondhatsz mindent. Szóval a Zöldász étterem a kezdetektől fogva mellettünk és velünk volt, ami a brutál nagy segítség. Segítenek a cateringbe például, meg ilyesmi? Hát csak ők csinálják a cateringet. Az tök jó. Például a Szartál, Szarburger, ott így nem kell, vagy tényleg, tehát így voltak a kajába is, ugye ezzel névvel volt eladva minden, és kibaszott nagy sikere volt. Figyelj, úgy ez is egy olyan dolog, hogy tök sokan nem tudják, hogy mikor, mint tudom, mondja valaki, hogy mennyire lép fel ez, vagy az a zenekar. Figyelj, a fellépti díj, az csak az egyik fele. Hogy a technikai riderben mit kérnek, az a másik fele, és hogy a catering riderben mit kérnek, az meg ugye a harmadik opció, fele. Igen. Mikor volt olyan zenekar, aki leküldött olyan catering ridert nekünk, hogy az a gázsinak a 25%-a még pluszba rájött volna, de mondtuk, hogy sajnos ezekkel nem tudunk szolgálni. Fújján, mi egyébként az elején mi nagyon amatőr szinten voltunk ebben. És mindent adhatok, amit kértek. Persze, hát fingunk nem volt róla nyilván, tehát tudod. Most az a lényeg, hogy ők is jól érezzék magukat. Figyelj, nekünk volt olyan zenekar, azután, hogy nyilván lejjebb adtak az igényekből, akik kaviáros spiritust kértek a backstage-be. Egyem a szívüket. Magyar zenekar? Persze. Egyem a szívüket. Emlékszem egyébként, bocsánat, volt a Superbat volt az egyik évben nálunk a főzenekar, és mit tudom én, akkor 2 tálca sört kértek. És akkor mondtam a szervezőnek, hogy akkor 2 tálca sört be kéne készíteni a zöldözőbe, és én nem hazudok a legolcsóbb szar 80 forintos szutyok sörbe, azok is én megláttam, mondom, hogy tényleg ezt akarod Superbattal itatni. Sör, jó ez. Mondom, tök jó lesz, persze. Mondom, és hűtő van? Hát az nincs. Bassz meg, és akkor ilyen hűtőkocsiba hűtöttük, és ment a koncert, és rohangáltam be a pultba, vettem ki 2 dobos sört, vittem a színpadra, és tényleg tök amatőrök voltunk. És ez nem is volt olyan rég egyébként. Nekünk egy külföldi zenekar volt, aki kért kókuszvizet. És akkor így megyek le, nézem, hogy be van készítve nekik kókuszos ásványvíz. És akkor mondom a társamnak, hogy figyelj, ez mi? Hát amit kértek, kókuszos víz, de mondom, kókuszvizet kértek. Kókuszvíz, kókuszos víz. Ugyanaz. Ezt kapja így, ugyanaz. És akkor mondod, hogy de nem. De egyébként ezek visszagondolva tök jó sztorik. Ja, persze, ott nyilván ezek szétbasz az idegződés, és stresszes mindig, vagy. Mindig vakarni kell a fejedet, hogy elmondhatod már? Letelt ma a titkosítás? Nem mondhatod el? Vagy mi van már? De igen, a catering az külön kategória. De egyébként magyar zenekaroknak nincs is olyan hú, de nagy igények. Nem, egyébként egy-két kivételtől eltekintve tök jó fej mindenki. Tehát, hogy van nyilván. Nyilván vannak a csúcs zenekarok, azok nálunk nincsenek, vagy ők nálunk nincsenek, tehát így. Meg ugye másképp is állnak hozzá, szerintem rendezvényfüggő is, hogy mit kérnek a cateringbe. De most én egyébként azt mondom, hogy ilyen tálcasör szerintem tök alap. Ja, persze, most ilyen egy-két jagbor, meg egy-két szendvics, meg ilyesmi, az teljesen. Ez ilyen filléres dolog, nyilván sok kicsi sok, de... De igen, tehát hogy mi is de, például... De ez jár, meg kell. Mi is úgy csináltuk mindig a klubot is, meg a fesztivált, és a legkisebb zenekarnak is, mit legalább érted. Legalább egy-két kör piára meghívtuk őket, stb. Egyébként tök hálások. Főleg egyébként, hogy nálunk az elején ingyen jöttek a zenekarok. Tehát így konkrétan gázsi csak a főzenekaroknak járt, és minden. Tehát jöttek, Romániából volt zenekarunk például.
RG's Argentina, pont nyilván EU turné, egyik állomáson állunk volt, forintot nem kértek semmit. Azt mondták, hogy hagy aludjanak ott, mondtuk, hogy ennyi szállás nagyon nincs, és akkor mondták, hogy a színpad mögött el vannak. Persze, hát nekünk is volt ilyen, szerintem talán brazil zenekar volt, akik mondták, hogy nincs pénzük szállásra, meg ilyenek, hogy aludnának a klubba, ha lehet. Hát mondom, figyelj. Ha ez minden vágyatok, aztán mégis átmentünk a szomszédot, van egy tök jó ilyen hostel, és ott viszonylag olcsón lehet ilyen turista szállót bérni, ez az igazi szocialista munkás szállót, tudod, de tiszta, igényes. Hát figyelj, volt olyan mexikói zenekar, aki jött át, és ilyen ez a könnyes szem, mint a boratban, amikor elkezd kipakolni a rizsbetet, hogy ne menjünk másik szóba, ne menjünk másik szóba, kb. Ők így voltak az előtérben. Én egyébként ezt a mentalitást nagyon élem. Figyelj, és az a durva, hogy volt olyan, aki 2015-ben volt nálunk egyszer, és mai napig levelezünk, karácsonyra, szülinapra, újévre, húsvétre, mindenre írnak, tudod, tesó Mexikóba jár, szóljál, vendégünk vagy. Két hetente tervezem, hogy kivagyok Mexikóba. Csak oda repülőjeggyel vagy? Persze, nyilván. Mindenki jöjjek vissza. Igen. Álom. Én is így jövök, csak ilyen Montanával, meg Coloradoval, meg ilyen Mexikó. Helyekkel. Csak Mexikó. Hogy lehet, most jön a Brujeria, hogy lehet elmegyek velük. De akkor máshol leszel, amikor Brujeria lesz, akkor Esztergomba leszel a Szúnyog Fesztiválon. Erről már tudok, vagy ezt most tudom meg? Most mondom. Ott leszek Ricsi Esztergomban, majd a Brujeria után megyek kocsival. Ja. Rohadjak pont, meg nyilván. Pont a Brujeria alatt lesz a főzenekar, értettem meg mész. És én ezt szeretem. Cadaver Essencia. A Brujeriát már régen láttam. Nem mondjuk. Ölellekör. Na, figyelj, itt zökkenjünk vissza a Szarfeszthez, hogy itt azt van nekem felírva itt a puskába, hogy a Kultúrkapocs Egyesület vezetésével 2022-ben összeállt egy közel 20 fős szervezői csapat, akik 8 év szünet után ismét megrendezik a fesztivált, és ez 2023-tól Szabadszállási Rockfesztiválra módosítja. Tudnám, honnan vette ezeket az izéket. Igen. Hát figyelj, van kérdez a többieket. Van a fesztivál, hát őket kérdezheted, tehát, hogy... Annyit itt... tudnak róla, mint én egyébként. Igen. Nem, annyira érdekli őket inkább, tehát... Mint engem. Figyelj, igen, a Kultúrkapocs az az egyesület, ahol soha nem voltam tag, mert én ilyen kis különálló kis köcsög vagyok. Tudom, te csak a beszámolásokat intézed. Is, igen. Muszáj volt egy egyesületet létrehozni nyilván az anyagi források miatt, ami nincs, de hogy így ez jobban hangzik, pályázatok miatt is, ami szintén nincs, tehát tényleg ilyen mi szarból várat próbálunk építeni. És egyébként sikerült, ha az elmúlt éveket megnézed, amikor... Hát a 8 év szünetet? Az volt az extra, ami előtte volt. Nem, tényleg egyébként mondom, idén van már támogatónk, ne kérdezz meg, hogy kik, már nem jegyeztem meg. Aki nem a zöldász étterem, hanem azon felül még valaki. A zöldászon, igen, kívül, mellett, felett. A Facebook oldalunkon és a plakáton kint van minden. Tényleg nem akarok hülyeséget mondani, mert paraszt vagyok, és nem éreztem meg. Ez lesz a legjobb adásod egyébként. Én is ettől félek. Majd itt majd szépen mosolygunk a videós kollégára, és megkérjük, hogy feliratozza ide ki a... Mindjárt vetkőzünk, nem, nyugi nem, fiúk. Mindjárt vetkőzünk. Nem, mutatja, hogy sajnos nem fér bele a fizetésébe, de... Beszállok. Vele kell megbeszélni, tehát van az a pénz. Figyelj, arra lennék kíváncsi, hogy de oké, most 2023-ban megcsináljátok ugye a fesztivált, minden egyéb, ugye szabadszálláson lesz az új vásártéren 2023. június 30-es július 1, igen. De hogy azért figyelj, irgalmatlan fesztivál, dömping van, kevés az embereknek a pénze, rengeteg külföldi zenekar, miért pont most? Tehát miért van? Tehát, tudom, hogy mondtad az előbb, hogy ezt nem feltétlen fogod tudni megválaszolni, neked csak szóltak, hogy akkor újra megy az egész, de szerinted jelenleg a mostani kínálatban mennyi helye lehet egy ilyen fesztiválnak? Őszintén? Szerintem mi kurva kicsik vagyunk ahhoz, hogy felkerüljünk oda a térképre, főleg, hogy most újra kezdtük. De hogy egyébként, ha azt nézed, nincs rockmaraton, ami ugye tőlünk 30 kilométerre volt, az már kurva nagy erő. Vonzó erő, hogy azért van a térségben. És a térségben kurva sok rocker van, aki egyébként szeret fesztiválozni. Aha, úgyhogy szerintem arra számítunk egyébként, hogy beindul ez megint, és akkor lesz újra egy olyan szarfesztivál, mint régen. Mert azért régen rajta voltunk azon a térképen, hát most persze, már nem. Ilyen, mert így tudod, elfelejtődött a sztori. Régen ilyen kultikus fesztivál volt, hogy
Már csak a sztorik miatt is, hogy Csigát megverték előző nap, vagy mi volt, amit kiírta? Ja igen, igen, azt egy beszámolóban olvastam, hogy engem megvertek, ez másnap reggel egyik helyen ott kávézgattak, vagy söröztek, nem is tudom, és akkor ott hallották. Biztos próbálta magát helyi vagánycsávónak képzelni, vagy valami ilyesmi volt, és így mondom, bazd, neked elobból helyi vagyok, meg vagány, tehát így... Meg hogy megvertek, mondom, mi van? Nem tudom, ki vert meg, de... De én is, de jelentkezzem. Esetleg így hallgatja az adást, akkor jelentkezzem, meghívom egy sörre. Én meg behozom a fesztiválra, figyelj, egy bérlet jár neki. Hát, ha megver idén is. Vagy legalább megvert ténylegesen, mert így... Nem tudom, vannak ilyen legendák. Figyelj, nem szégyenez, de nem kellett aggódni. Valamikor az ember húzza rövidebbet, és beleszalad egy pofomba, tehát... De ez nem én voltam, az a baj. Ja, értem. Hát jó, az a baj. De jókat röhögtem, mikor olvastam. Figyelj, és állatkiállítást terveztek-e? Tehát ha lesz csiga, kacsa biztosan, valami egyéb más? Hát az a baj, hogy a Delcsik már abba hagyta a zenélést, és így ő nem jön. Úgyhogy szomorunk nem lesz, de vannak ilyen lovak ott még. Hát de figyelj, hogy kabla állatnak mehet? Etetni kéne két napig, bazdmeg. Az mondjuk igaz. Volt régen egyébként ilyen Delcsik simogató szarfesztiválon. Úgy volt meghirdetve a Kadaveres koncert, hogy szünetben Delcsik simogató, mert hogy egyszer leesett a színpadról a Bolika. Kicsit benézte. Hát figyelj, van ilyen rövidebb a színpad egy méterrel, vagy valami, tehát... Már jó volt az este, úgyhogy fogjuk erre, hogy sötét volt. Nála sose volt ilyen. Nem csinált ő ilyeneket. Nem, nem. Figyelj, azért itt... Melyik a két helyi zenekar, ugye a Motorhead Tribute, és melyik a másik? És a Zixbar. Uh-huh. És akkor mondjuk ilyen zenekarok, mint a Deres, meg a Bass Beton Rock Band, és ilyenek, ezek, tehát, hogy ezekről mit kell tudni? Környékbeliek, annyit tudok. Figyelj, az a baj, hogy a helyi és a környékbeli zenekarokat azt nem én szerveztem, azt a főszervezőnk szervezte. Jó. Én a minél messzebb lévő zenekarokat hívtam. Oké, hát akkor figyelj, Kies Dirty Down adott, a helyi zenekarok adottak, a kisebb zenekarokat nem te szervezted, akkor csináltál te bármit ezen a fesztiválon, ahhoz képest azon kívül, hogy ide jöttél nyilatkozni? Hát meg vártam rád negyed órát egyébként. Nem rám vártál, ránk vártál, mert megebédeltünk, mielőtt jöttünk, igen, tehát. Tudtam, hogy hát csak a csiga vár. Akkor még nem tudtam, hogy rossz a lift. Ha tudtam volna, akkor egy 10 perccel később jövünk. Figyelj, a zenekarok 80%-át azért én szerveztem le Vellai Ricsi barátommal, aki nem akart eljönni, majd dadog egyem a szívét. Pedig tök örültem volna neki. Hosszú adás lett volna. Hát jó, figyelj, rég láttam, de most... Hallod, megölnek engem szerintem. Ők is. Tehát eddig a zenei szinten 80%-a után most a maradék 20 is fog. Legalább valamit elértem az életben. Na, figyelj, ezt nézzük a jó oldalát. Van a Yigfan nevű zenekar, ami egyébként nem mondanám helyének, viszont a Doki, a gitáros, ő szabadszállási. A dobos Kecskeméti. És ők csinálták most ezt a zenekart. Őket nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna elhívni. Rá is mondták az áment. Gondoltál, mert ott vannak a fellépők között. Pontosan. Egyébként nagyon nagy tárgyalásokat folytattunk velük. Jöttök, igen, jó, és akkor meg volt Messenger üzenetben, hivatalosan. A Devoidról beszéltünk. Őket is nagyon szerettem volna elhívni, mert hogy egyébként amennyire utáljuk a Valdit, annyira minőségi zenét csinálnak szerintem. Hát az éneket leszámítva mindenképpen, persze. Gitáros, dobos, ügyes, meg minden. A zenei része tök jó. Csak az a vagy, hogy engedik a Szilárdot a mikrofonhoz. Mondjuk tényleg, fia, állatcsimogat, akkor gorilla is van. Tényleg, eszembe se jutott. Szerintem meg egyébként ők ott is maradnak éjszakára valószínűleg. Meg toportján férgek is lesz, úgyhogy tehát akkor fia, azon gyűlnek itt az állatok, hallod. Van. Fish. Igen, tényleg, hal is. Lesz, nem én mondtam, ezt te mondtad. Figyelj, most már nem is tudom. Sőt, hát figyelj, majom is van, ugye, ott Junkies. Tényleg. Ezt is te mondtad? Figyelj, na, összehozzuk itt az szabadszállási állatkertet azért rendesen. Figyelj, most érted, az meg hány olyan fesztivált tudsz mondani nekem ebbe az országba, ahol érted, ennyi állatot láthat szabadon mászkálni. Ketrec, idomár, minden nélkül. Ezt nem én mondtam, kedves hallgatók, ezt a Ricsi mondta. Jó, hát figyelj, most múltkor is az érted. Baj, hogy ezt én mondom, szerinted mit kapok érte? Nem baj, így megmondom, hogy leírtad nekem papírra adását, és beolvastattad velem. És így csúsztattam a tízest, igen. Légy szíves. Meg oda csúsztatjuk a hangmérnöknek, hogy ne vágja ki utólag. És ezt ismételd meg egymás után 10-szer. De főleg azt, hogy a Ricsi mondta, a Ricsi mondta. A Ricsi mondta, a Ricsi mondta.
Azt mondd meg nekem, hogy mi az a plusz ezen a fesztiválon szerinted, ami miatt mondjuk megéri titeket választani valakinek, aki csak egy ilyen kisebb fesztiválra menne el a nyár. Szerintem a... Mondhatom a jegyárat? Mindent mondhatsz. Mert hogy konkrétan az nem ingyenes, de hogy most 1500 forint per nap, és azért valljuk be, hogy kurva jó zenekarokat láthatsz. Nyilván kinek mi a jó egyébként. De hogy nem, így... figyelj, tehát most az megvolt, hogy kimaradt 8 év, és hogy nem 2016-ban szerveztek fesztivált? Ez az info az így megvolt, amikor a jegyárat kitaláltátok? Csak kérdezem. Meg, de hogy... most figyelj, hova kérjünk mondjuk magasabb jegyárat? Tehát érted, vissza kell jönnünk a köztudatba, nem fogunk mondjuk 5000 forintos napi jegyet kérni, mert... Hát hogy... nem napi jegy, de mondjuk mondhatok, most egy 5000 forintos bérlet szerintem nem lett volna indokolatlan erre két napra. Hát de azt nézzük, akkor viszont mindig is ingyenes fesztivál voltunk, ami ugye nekünk kurva nagy előny volt, leszámítva a legutolsó két fesztivált, ami már mondjuk belépős volt, de az is, na már nem emlékszem, de hogy lószar összeggel. Ahhoz képest kurva drágák vagytok akkor idén is, igen. Na, szóval szerintem ez egy kurva nagy húzóerő, hogy azért így majdnem ingyenes, és kurva jó zenekarok, kurva jó hangulat lesz. És a közelben nincs más. És mondjuk, hogyha valaki messzebbről szeretné ide menni, akkor milyen szállás lehetőségek vannak? Zöldász, egyértelmű. A vendégbe be lehet aludni az asztal alatt, vagy hogy gondolod? Bárhol egyébként vannak szobáik is, de nyilván sátrazni is lehet. Vagy a bátrabbak a sörpult előtt. Volt ilyen is. És nem én voltam. Persze, mert téged megvertek. Ja, engem megvertek, igen. Figyelj, de régen egyébként mi is kinn aludtunk a szervezők, de hogy úgy nyilván nem külön, hanem így vegyülve, színpadon, tehát így mi vegyültünk azért rendesen mindig. Szerintem ezért is szerettek minket. Hogy csak azt mondom, megöregett, gyereket született, stb. Inni se iszok már. Ja tényleg, baszki. Te se vagy már, hús se esze. Menjek haza? Nem. Mondom azt, hogy te se iszom, de én innék, baznak, én se iszok, abstinens vagyok már, én is több mint fél éve. Októberben volt két éve, úgyhogy. Hát figyelj, nekem ilyen alkalmi volt, de amúgy 2020. február 28-tól nem iszok én se. Tehát, hogy így. Nekem nem is hiányzik egyébként. Nekem most, hogy bejött a meleg, és hogy mit tudom, volt nálunk egy Aurora, meg ilyenek, hogy passzatom meg itt volna egy korsó sört, de így úgy jöttem vele, hogy se a benne lévő kalória nem hiányzik, se maga az alkohol. És meg a másnapi fejfájás, fosással. Az brutálisan nem. Tehát, hogy így emlékszem, hogy Aurora egyik cimborámat nagyon-nagyon bekarmolt, én meg kettő darab Radlert ittam meg, ilyen lime mentás csodát. Legjobb hidegen. Fú, zseni. Nekem a gyerekek is azzal szoktak szaladgálni, amikor lejönnek, tehát ilyen olyat kérnek, 0-0-ás, üdítő, ihatja nyugodtan, tök szereti. Mellett a kis vodka, amikor apu anyu nem figyelteti. Nem, mert amikor a gyerek nem figyel, töltöm bele a vodkát, és akkor ugye így... Jobban alszanak. Igen, tudod, így megittam kettőt, és fú, nagyon macska van, tök szar a gyomor meg a fejemben. Látod, basznek? Ez nem hiányzik. Mind a klasszik sztorítod, amikor a öreg Bárnédi Laci bácsit, aki a matulát játszott a Tüskevárban, mondják neki, hogy Laci bácsit, és hogy mi a fix pont az életében? Az alkoholizmus, fiam. És mit szól ez a felesége? Egész életében, ami volt szegény, egyszer, amit tudom, hányadik születésnapján nagyon csúnyán berugattuk. És akkor mondja nekem másnap reggel, hogy Lacikám, szétszakad a fejem, rossz a gyomrom, hány ingerem van, megpusztulok, mi lesz most velem, mire én megmondtam neki, hogy látod, asszony, én ezt élem át minden egyes reggel. Egyem a szívét, igen. Ja nem, hát ez a része nyilván nem hiányzik. Nem, de egyébként mi mindig így elkezdtünk, tehát így mi tartottunk ilyen mínusz egy és nulladik napot a szarfesztiválon, és egyébként ahogy teltek az évek, jöttek már az emberek nulladik napra, de nem volt hirdetve. És a akkor program se volt, gondolom. Semmi, nulla, és épp hogy állt a színpad konkrétan, tehát így tényleg csontamatőr szinten nyomtuk. De hogy így egyébként így mindig haverkodtunk, meg vegyültünk, meg minden. És off programok lesznek? Lesz. Egyébként ez nagyon vicces, mert a rendőrséget leszerveztem. Én. Foci szurkolóként is. Sittes fejjel. Meg itt elkezdte nyomni revíziós dalokat, hogy lesz, igen. Beledadogom, nincs itt a Ricsi, és én dadogok helyettem. Igen, jönnek a Bács-Kiskun vármegyei rendőrkapitányságtól. Az ispánok kék ruhában, de mondtam, hogy civilbe jöjjenek, mert hogy ne bohóckodjunk annyit.
Nagyjából nem tudom, milyen Mofrog, de ez nem az énre szórtam az osztályos program. Hogy aki visszaadja háromszor, vagy hogy hát én nem megyek oda közelbe, csak majd a beengedésnél üdvözlöm őket, és akkor így én elbújok. Nem, vagy megy a cicaegérharc. Nehogy vénaszkendelés legyen a vége, mi? Ja. Nem hiányozna. Igen, és lesz még off program ezen kívül? Vagy ez mind? Nem, lesz, de hogy konkrétan még nincs összeírva semmi egyébként. Tehát tényleg, figyelj, szarfesztivál amatőr, mint a szervezőség is. De hogy ez pozitív értelemben nem fikázás. De mondtad, hogy már amatőr. Nem, azon egy rész nem. De hát mi ugyanúgy nem értünk hozzá, mint előtte. Ja, azt mondjuk oké. Okay. Ez egy elég valid érv. Tehát, hogy ez lehet arra foglalkozni. De most nem szépítjük a dolgot egyébként. És mondják, hogy de hát szervező úr, miért nincsen szervező semmi? Nem szerveztél magadnak, persze. Ennyi. Egyébként DIY 100%-ig. Az első szarfesztem volt az, amikor megérkezett az Akel, akkor még a szabadszállás mellett volt egy rally pályán a fesztivál, és megjött az Akel, és akkor kérdezte a katonafőnök, hogy hol van itt az öltöző. Bajos Sanyi a szarfesztivál, hogy egy nézetre, hogy öltöző. Hát, hogy át tudok majd öltözni. Hát ott a pusztába. Hát itt nekünk is volt én, aki mondta, hogy figyelj, jól látom, hogy a zenekari öltöző, meg a színpad, az egymástól olyan 70-80 méter? Mondom, kb. Igen. Lehet kérni egy toj-tojt a színpad mellé? És így összenézt is mondtuk, nem. Ez egy csomó költség, ne viccelj. Egyébként nagyon drága a toj-toj. Figyelj, brutál. Elképesztő. De legalább higiénikus és gusztusos. Nálunk volt olyan, nem tudom már melyik évben, hogy ugye föl volt állítod ilyen mobil kerítés a színpad meg a nézőtér között, és ugye volt a backstage-ben is toj-toj. És ugye reggel 8-kor jött a tisztító teherautó, csak hát sietett a sofőr, és nem várta meg, hogy a kerítést így ledöntsük. És adott egy nagy gázt, és így a teherautóval állt a kerítésen, bazd meg, és így mondta, hogy bocs, sietek. Anyád. Tehát 3 napig építettük, te meg 2 másodperc alatt. Jó, nem borította fel a Budapest. Kegyetlen. Nagyon jó sztorik vannak egyébként itt szarfesztiválról, csak a fele nem publikus. Hát most és? Tehát most ki hallgatja ezt valaki szerinted? Anyu csak megnézi. Meg szerintem a többiek, a szervezők megnézik, hogy mit kamusztam itt össze-vissza. Vagy a feleség nézi otthon a gyerekkel, és akkor most fog be a füled, lalalalala. Hát ők nem fogják, ne aggódj. Elég apu otthon is. Ezt mondjuk megértem. Figyelj, azt mondd meg nekem, hogy mi az, amivel elégedett lenne idén a fesztiválom. Akár nézőszám, akár utóélet. Hát én már azzal elégedett vagyok, hogy lesz szarfesztivál. De egyébként a jegyeladások alapján azért hál' Istennek leszünk egy jó pár százan. Most nyilván nem 3-4 ezeres nézőszámra kell gondolni, de hogy egy pár százan azért. Akik legalábbis most vettek jegyet bérletet, remélem el is jönnek, de hogy így bíztatóak. És ez már jó, tehát hogy ez alapján elégedettek lesztek? Na, közel állunk hozzá, hogy nulla legyen. Na hát, hogy az... Szóval ez még fordulhat is egyébként, de így pozitív irányban, mielőtt megszólalnál. De, hogy nem, egyébként... semmi nem jutott eszembe kivételesen. Elég volt rád nézni, bazzag, nem kell megszólalni. És a rendőr bemutatóval, tudom én, egy időben a terület másik oldalán egy huligán bemutató, hogy valami nem lesz B-közép, ilyesmi. Fú, a helyi B-közép azért az veszélyes. Nem a szabadszállásra gondoltam, hanem a rendesre. Jaj, figyelj, ennél ütőképesebb brigád nincs a megyében. Hány ember alkotja a szabadszállás B-közepet? 2? Hát legalább 6, de már 2 meghaltak, úgyhogy már csak 4. De... Na. Ez a 70 pluszos korosztály. Mint a másik vicc, nem tudom, mikor 2 MTK-szurkoló megy a sivatagba, érted? 2! Na figyelj, még egy dolgot muszáj teljesen a szarfesztiváltól függetlenül kérdezni, hogy csinált egy akciót, mert ugye van ez a Napalm Death Hungary nevű ilyen rajongói blog, erről tudok beszélni. Amit csináltok a Csepec atyával, ketten csináltok? Hát én csinálom javarészt, az atya néha besegít, csak lusta disznó, egyébként még a Sinka Gabit kell megemlíteni, aki néha posztolgat. Uh-huh. És csináltatok most egy ilyen Napalm Death Hungary pólót, aminek a bevétele az teljes egészében jótékony célokat szolgál. Miről van szó itt? Így van. Egyébként nagyon sokan kérdezték, hogy mikor lesz póló. De én meg úgy voltam vele, hogy most a fasznak kell most póló, mindenki tudja mindenkiről, hogy ki a Napalm Death-es. Én vagyok büdös, és rád jönnek a legyek. Ez nem mindegy. Szóval nagyon sokan... Zoli bosszú, amiért nem hívtad meg őket, látod? Voltak már, és kurva jó koncertet adtak.
Ők mindig jók. Nagyon jók voltak. Na mindegy, bocsánat. Szóval mindenki baszogatott, hogy legyen póló, de most én meg nem akartam, mert hogy igazából tehát én csak egy rajongó vagyok, és akkor csináltam ezt a rajongói oldalt. Most milyen mintával csináljak pólót? És nyilván nem fogom lelopni a zenekarnak a izéjét, logóját, vagy akármi. Aztán felgyulladt a fény, hogy akkor Fans from Hungary. A lelopott logóval természetesen. De ez nem, tehát ebben nem lett probléma? Figyelj, szerintem nem, mert hogy a Shane az megosztotta magát a logót is, a pólót is, nem írt, ja, hát hogy... Mondjuk, igen. Nem írt, hogy akkor srácok. Mondjuk ők azért elég korrekten kezelik az ilyen dolgokat, szerintem plusz hát azért ott feketén-fehéren le van írva, hogy nem a haszonszerzés a célja ennek a történetnek. Igen, és az a lényeg, hogy megcsináltuk ezt a logót, mondtam, akkor az pólon kurva jól néznek. Kipróbáltuk minden, és nyilván én kurvára leszarom a pénzkérdését. Nyilván abból élünk, de hogy engem ez így nem érdekel, és akkor kitaláltam, hogy a hasznot azt fordítsuk jótékony dologra. És annyira jósult el, hogy ma reggel lett éles, de hogy így nagyon sokan rendelnek. Úgyhogy bízom benne, hogy azért jó kis lóvét tudunk. És hol megy a pénz? Szent Márton gyermekmentő alapítványnak. Na, hát az mondjuk... Rájuk esett a választásom. Volt több is, nyilván csak ami babákkal, meg gyerekekkel, de a mentőrohamkocsi. Szerintem ez itt tök jó lesz, úgyhogy a 100% haszon az oda megy, majd egy hétig lehet előrendelni. Van már olyan, aki küldött pénzt, neki nem kell póló, csak kifizette a póló árát. Van, aki többet utalt, hogy az is menjen még. Tehát itt nagyon jó csapat jött össze. Na, az király. Fekete-fehér póló. Úgyhogy bízom benne tényleg, hogy nagyon sok. Hát lesz fekete szerint. Alapon fehér minta, és fehér alapon fekete minta? Igen. Oké. Elég jól néz ki egyébként szerintem. Nem hazabeszélek, de hogy tényleg jól néz ki. Nem, tényleg jó pofa póló, meg jól néz ki abszolút. Szerintem Gildanra nyomtok? Gildan, aha. Na jó, akkor majd csak maga 3X-es rám is rám jön, úgyhogy akkor majd én is kénytelen leszek rendelni egyet. Nagyon helyes. Mondjuk az a baj, hogy mire az adás kijön, addigra, hogy már nyilván ez az előrendelési szakasz, ez véget ér. Ez most egy hét. De majd megosztom én is az oldalamon, meg a profilomon, hogy... Köszönjük a lurkók nevében. Lehet nyomatni ilyet. Utolsó szó, jogán szeretné valamit hozzátenni a szarfesztiválhoz, hogy miért menjenek el az emberek? Igen, ennyi dadogás után nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit szabadszállásra, és élesszük újra a szarfesztivált, legyen ugyanolyan hangulat, mint régen volt. Ezt én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez menni fog. Hát sok sikert kívánok nektek ehhez, és remélem, hogy jó fog elsülni, és akkor jövőre leülhetünk újra beszélgetni a 13. szarfesztiválról. Éljük meg! Igen, abszolút. A leírásba beteszem nektek, hogy hol tudtok jegyet venni a szarfesztiválra, illetve az eseményt is, meg beteszem azért a Csigának a csodálatos blogját is a leírásba, hogy hát, ha azért még kapható lesz ilyen póló akkor is, amikor ez az adás kijön, a már nem előrendelve, hanem egyébként, és írjátok meg nekünk kommentben, hogy ti miért mentek a szarfesztiválra. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, hallgassatok minket a jövő héten is, amikor a Toxic Fesztiválosokkal beszélgetünk ugyanerről. Mert nem a szarfesztivál, hanem a Toxic Fesztiválról. Sziasztok! Ciao.